Már beszéltem többször a Pusin cicáról, most a Pusin cicát is lehet office-osítani, tehát hogy az irodában is jól hasznosítható legyen. Ugye az első, amikor nem vagyunk ott, akkor elküldhetjük a Pusin cica dohányzik matricát. A cigi szünetekben egyébként nem a dohányzás okoz rákot, hanem a közben elhangzó információ. Hogy azt mondta a Kati, pont a Kati, ugye, és már kezdődnek a stressz tünetek. A másik, hogy ez a diagram cica, tehát hogy nap végén már így érzem magam. Mint egy ilyen irodai koppány gyakorlatilag, aki a munka 4 darabra vágott. És hát itt van, ugye nem érek rá, mert excelezek. Tehát nem tudom, hogy vannak-e itt Excel huszárok, már egyébként e-sport lett az excelezés, tehát egy durvább képlet, most hoztam el figyú szummából egy aranyat. És ugye a nem érek rá, mert excelezek, és tényleg az Excel az egy börtön, nem? Tehát a szárnyaló vágyakat írt el egy A1, B3 táblázatba rendezzük, és nem véletlenül hívják azt a kis téglalapot cellának. Ugye? Tehát, hogy ez azért eléggé egyértelmű jelzés arra, hogy mit jelent ez. Végül a hó végén is történnek jó dolgok. Jön a kafetéria fiesta, ugye? Árpádházi Szent Erzsébet az utalványok védőszentje. Kocint a Pusin cicával. Nálam, amíg multicégnél dolgoztam, ez volt a legnagyobb probléma, hogy a külföldieknek elmagyarázni. You know Hungarian cafeteria, you have 2 options, Elizabeth voucher. Erzsébet utalvány, beautiful card, ugye? Szép card. És én, ahol dolgoztam, egy média cégnél, ott az volt, hogy kultúra utalványt fogunk kapni. Ugye ez volt a nagy elképzelés, mert kultúrában dolgozunk, legyél te is kultúrát. Ezért kultúra utalvány volt csak. Tehát mentél a Spárba, és milyen színházjegyet szeretne. És hát egyik kolléganőnk első nap, amikor megkapta ezt a kafetéria juttatást, jött be egy ugyanekkora nagy ilyen open office területre, gyártásvezető kolléganő, és ennyit mondott: gyerekek, hát mi a f***om az a kultúra utalvány? És lehetett látni rajta, hogy nem ő a célközönsége, tényleg. Tehát, hogy nagyon sok kultúra utalványra van ahhoz szükség, hogy ezt a kérdést érvényesen fel tudja tenni. Gyere a Duma TV-re! Megújult díjcsomagokkal várunk, reklámok nélkül, bármikor.